A világ legnagyobb, sok országot összefogó tudományos együttműködéseként jött létre. Svájc és Franciaország határán húzódik, legnagyobb része a földfelszín alatt található. Ez a világ legnagyobb részecske fizikai laboratóriuma, itt épült a nagy hadronütköztetőnek nevezett gyorsító. Ez a CERN, vagyis az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet. Genf közelében található a svájci-francia határon. Legnagyobb berendezés az úgynevezett nagy hadronütköztető, amely egy 27 kilométeres szerkezet 100 méterre a föld alatt. Képzeljenek el egy 27 kilométer hosszú óriási alagutat, ami olyan, mint egy metró alagút, telezsúfolva tudományos berendezésekkel és műszerekkel. Ebben található a nagy hadronütköztető, a világ legnagyobb gyorsítója, amely nélkül nem lehetett volna az atomok ma ismert legkisebb részecskéit megtalálni. A cél az anyag mikroszerkezetének a felderítése. Minél nagyobb energiájú részecskékkel bombázzuk az anyagot, annál kisebb részletekkel lesz érzékeny a berendezésünk. Ez a fizika tudománya, de nagyon messzire attól, amit az iskolában Newton almájáról tanultunk, sőt, túlmutat Einstein felfedezésein is. Az emberi érzékelés segédeszközök nélkül képtelen észlelni az itt zajló változásokat. Hadronnak hívunk egy bizonyos fajta összetett részecskét. A proton és hadron a hidrogénatom magja. A nagyon nagy energiával ütköztetünk protonokat 4 ponton. A nagy hadronütköztető kerületén elhelyezkedő 4 észlelőrendszerben, és új fizikát igyekszünk felderíteni benne. Talán kevesen tudják, de a CERN nem csak világra szóló fizikai kutatások helyszíne, de például a World Wide Web születési helye is. A web alapelveit Tim Berners-Lee dolgozta ki 1989-ben. Eredeti célja a különböző intézményekben világszerte dolgozó kutatók közötti automatizált információ megosztás volt. Az alapötlet egy globális információs hálózat létrehozása volt a számítógépek, a számítógépes hálózat és a hipertext képességeinek ötvözésével. Mindez azonban már történelem, hisz 1993. április 30-a óta a világháló mindenki számára szabad és ingyenes. Még ugyanebben az évben el is indult az első magyarországi World Wide Web szerver a Műegyetemen. Igen, a CERN-ben született meg az internet is, mint a részecskefizikai kutatások egyik járulékos mellékterméke. És ezzel már megválaszoltuk azt a kérdést is, hogy szükség van-e ilyen drága tudományos központra. Még szerencse, hogy a válaszra már több mint 60 évvel ezelőtt rájöttek. 40-es években jöttek létre azok a gyorsítók, akkoriban ciklotronoknak hívtuk őket, amelyek segítségével mikroszkópikus részecskéket, atommagokat fölgyorsíthattak a fizikusok, ütköztethettek, új elemeket hoztak létre, ugye ez az egész a transzurán elemektől indult, ezeknek a tanulmányozása, különböző bomlási láncok, új izotópoknak a legyártása, erről információszerzés. A 50-es évek elején volt az, amikor Magyarországon Simonyi Károly az első gyorsítót, az első Van den Graaff típusú gyorsítót létrehozta. Akkoriban nagyon sok országban, nagyon sok laboratóriumban hasonló lépés történt, megépültek a magfizikai, részecskefizikai központok. A mai ember számára már alig elképzelhető, mit jelentett a II. Világháború Európára nézve. Egy romos, kivérzett kontinenst kellett újjáépíteni. Alapvető kérdés volt a béke hosszú távú megőrzése, a békés egymás mellett élés politikájának kiteljesedése. Mindezt úgy, hogy a Szovjetunió vált a másik szuperhatalommá. Ugyanakkor nyomasztó volt az Amerikai Egyesült Államok technológiai fölénye Európához képest. Ezt jelezte az atombomba, majd a hidrogénbomba felfedezése. Korán felismerték, hogy ha a tudományban és a technológiai fejlődésben Európa nem tud lépést tartani, nem állhat ellen az úgynevezett agyelszívás folyamatának.
De mit lehet tenni akkor, amikor az egyes országok erőforrásait még az újjáépítés köti le, és külön-külön nincs erejük a tudományos technológiai fejlesztésre? Szokatlan, mondhatni innovatív volt a megoldás, amivel a kor vezető tudósai és politikusai előálltak, de az elmúlt évtizedek bizonyították a hatékonyságát. Nevezetesen, hogy az elszigetelt, titokban végzett kutatások helyett alapítsanak egy közös európai fizikai kutatóintézetet, ahol nyitottan folynak a kutatások és ahol az együttműködés és a békés felhasználás az intézet alapfilozófiája. A közös laboratóriumot a nemzeti jövedelem arányában finanszírozták a tagországok, és jelentős anyagi erőket biztosítottak a gyors fejlesztés érdekében. Történik valamit valamiért. A CERN-ben van egy iszonyatosan szigorú szabály, hogy a CERN abból a pénzből él, amit a tagországok összeadnak. A CERN nem Európai Uniós intézmény. A CERN egy non-governmental intézmény. Tehát amit a tagországok befizetnek. És ezt a ENSZ-nél kellett találni, illetve az UNESCO-nál kellett aláírni, hogy ha belépünk, akkor a tagdíjat fizetjük. Akkor az 1950-es évek első felében persze elképzelhetetlen lett volna a Szovjetunió érdekszférájához tartozó országok belépése a CERN-be. A keleti blokk válaszaként jött létre a Dubnai Egyesített Atomkutatóintézet, ahol a szocialista országok fizikusai végeztek közös kutatásokat. Dubna volt a kelet-európai országok CERN-je. Tehát a CERN mintájára két évvel később a Szovjetunióban megalakítottak egy közös hasonló zsánerű kutatóintézetet, mint a CERN. Dubna város Moszkvától körülbelül 100 kilométerje északra, ahol eleve volt egy nagy kutató, részecske fizikai kutatólaboratórium, ezt alakították nemzetközivé. Tehát az összes KGST ország és Kína és Vietnám és Korea tagja volt, és hasonló szintű kutatásokat végzett, mint a CERN. A 20. század derekán a részecske fizikusok célja az atomoknál kisebb elemi részecskék felfedezése és tulajdonságaik megismerése volt. Most, ha Magyarországot nézem, akkor az 50-es évektől 80-as évekig volt egy fejlődés. A 80-as években a 10 millió elektronvoltos debreceni ciklotron, ami már akkor több milliárd forintba került, tulajdonképpen ez volt az, amit Magyarország, a magyar tudományos közösség és a gazdaság megengedhetett magának, hogy megépítse. És bizony ugyanígy volt egy csomó másik ország. Az 50-es és 60-as években a részecskefizika fő kérdése új részecskék felfedezése, az alapvető kölcsönhatások tulajdonságainak részletes tanulmányozása volt. A vezető kutatólaboratóriumokban szerte a nagyvilágban ezekkel foglalkoztak. Az elméleti fizikusok számára nagy kihívást jelentett, hogy jóslatokat tegyenek az új meg új részecskék tömegére, detektálási helyére, valamint a különböző kölcsönhatásokat egyesítő, szélesebb érvényességgel rendelkező elméleti modellek felállítására. Meg kellett jósolni azt, amiről konkrét bizonyítékok még az anyag szerkezetével kapcsolatosan nem álltak rendelkezésre. Megpróbálták elméleti alapon leírni a tulajdonságaikat, egymásra gyakorolt hatásukat. Több ilyen párhuzamosan kifejlesztett elméleti modell közül a kísérleteknek kellett döntenie. Igazolni vagy cáfolni az elméleti feltételezéseket. Ezen tevékenység közepette született meg a részecskefizika standard modellje. Azt is mondhatnánk, ez maga a részecskefizika. Történeti okokból kapta ezt a nevet. Egyszerűen ez a részecskefizikának a teljes átfogó elmélete, amely megmagyarázza az elemi részecskék tulajdonságaitól, a csillagrendszerek tulajdonságait, a fizikát, viszont eredetileg csak egy modellnek tűnt, és ezért elnevezték standard modellnek. Már javasolták, hogy ne így hívjuk, hanem anyagelméletnek. A standard modell egyik alapköve az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatás egyesítése, az úgynevezett elektrogyenge kölcsönhatás létezésének felismerése, a tömeg nélküli fotonok mellett a pozitív és negatív V-bozonok, valamint a semleges Z-bozonok létezésének igazolása. Az úgynevezett semleges gyenge áram létezését már 1973 óta sejtették.
Ezért Carlo Rubbia, akkori CERN főigazgató vezetése mellett megépítették az UA1 kísérleti detektort, és a legnagyobb energiájú szuperproton-szinkrotronból proton-antiproton ütközőnyalábos gyorsítót hoztak létre. Ez volt a LEP, a nagy elektron-pozitron ütköztető gyűrű. Nem kell mondani, semmi sem ment könnyen. A tudomány ezen területe rendkívül drága eszközöket igényel, nagy és bonyolult berendezéseket, melyek nélkül hozzá sem lehet kezdeni az érdemi tudományos munkához. Beleszaladtunk mindannyian egy üvegplafonba, költségvetés üvegplafonjába, hogy egyszerűen az, hogy magunknak építsünk újabb meg újabb gyorsítókat, amivel újabb meg újabb fizikai jelenségeket szeretnénk felfedezni, megérteni, ez olyan drágává vált, hogy muszáj volt kitalálni egy új módszert arra, hogy folytathassuk a kutatásokat. Na most ez nem volt nehéz, mert a CERN-t azt 1953-ban már megalapították, ott a svájci-francia határon, tehát az is, a CERN az az egyik kutatóintézet volt a 50-es, 60-as, 70-es, 80-as években, viszont a 80-as években egy döntés született, hogy a németek nem fogják a maguk német nagy részecske gyorsítóját megépíteni, az angolok nem fogják a maguk angol nagy részecske gyorsítóját, mi lenne, ha közösen építenének egyet? És így születtek meg először a szuperproton szinkrotron, majd pedig a 80-as években megtervezték a nagy elektron-pozitron ütköztetőt, sőt 1986-ban már tulajdonképpen megszületett a döntés, hogy amikor az elektron-pozitron gyorsítónak az alagútja felszabadul, ez a 27 kilométeres alagút, akkor azonnal átalakítják egy proton-proton gyorsítóvá, és ténylegesen ez is történt, hogy az 1986-ban eldöntöttek, 2011-re, tehát 25 év alatt értünk el oda, hogy akkor kész lett a nagy hadronütköztető. De addig még sok mindennek kellett történnie. A finanszírozási kérdések szempontjából is fontos elméleti eredmény volt, hogy az 1984-es év elején sikerült felfedezni a keresett, nagy tömegű kölcsönhatást közvetítő bozonokat. Évvégén Carlo Rubbia és Simon van der Meer megkapták a felfedezésért a Nobel-díjat. Ez nagy elismerés volt a CERN részére. A Rubbiával háromszor vesztem össze. A Rubbia az a figura, aki az ember életére, hogy rányomja a bélyeget. Szóval az ember a Rubbiával beszél, én még ki se gondoltam azt, hogy mi lesz a következő gondolatom, ő már a harmadik gondolatomra mondja a választ. Carlo Rubbia a Pízai Egyetemen szerzett doktori fokozatot. 1962-ben nevezték ki a CERN vezető fizikusává, 1970-től pedig a Harvard Egyetem és a CERN között osztotta meg idejét. Meghatározó szerepe volt a V és Z részecskék felfedezésében. Ez azért bírt különös jelentőséggel, mert létezésük alátámasztotta a 70-es években született elektrogyenge kölcsönhatás elméletét. A két részecske létezését 1983-ban az itt végzett kísérletek során sikerült kimutatni. Szóval én eredetileg a Rubbia ellenségének a csoportjába kerültem. Azt választottam, mint legérdekesebb kutatási téma. És akkor azt mondták, hogy át kell jönni a Rubbia csoportjába is. Én a Rubbia akkor is nagy ember volt, szóval. Ő úgy jött be, tehát ez 74 őszén találkoztam vele először, úgy jött be, hogy ő neki a Nobel-díj az jár. Mert neki egyszerre volt három kísérlete, volt a Harvard Egyetemen volt, Fermilabban volt és CERN-ben volt egyszerre. És hetenként repült át az óceánon oda-vissza. És ontotta az ötletet. Egy zseni egyébként. És akkor én azt kértem, engedélyezze, hogy hadd fejezzem be azt a munkát, amit az előző évben kezdtem, ahová saját választásomból mentem, egy hónapig még azt csinálja, hogy ő velem szóban állt, és én nekem van hozzá kérésem, hát az valami felháborító. Hát hogy mennek, hogy lehet nekem kívánságom ő felé? Csak ő kérhet tőlem valamit. Hát ugye egy abszolút jó belépő volt nála.
ő hetenként jött, van a heti szeminárium, és én elmondtam a véleményemet egy adott kísérleti szituációba. Én nem tudtam, hogy ő neki ez egy dolog, én elmondtam, hogy nekem az a véleményem, hogy azokat a bizonyos detektorokat nem két méterenként, hanem egy méterenként kell rakni, mert akkor gyorsabb lesz a mintavétel, tehát pontosabban tudjuk. Viszont le kell csökkenteni, nem 8 gyűrűt kell csinálni, csak 4 gyűrűt kell csinálni, mert így a információ mennyiség ugyanaz, tehát árban nem lesz nagy különbség. Hogy merek én ilyet mondani, stb. Akkor megint. Ez volt a második összeveszésem. Ezek után fekete listára kerültem, úgyhogy lejárt a 2 év, és hazaküldte. Aztán őt abból a kísérletből kirúgták, mert elment megcsinálni a Nobel-díjas kísérletet. Akkor azok újra visszahívtak abba a kísérletbe, és betették a másik. Nem az én javaslatomra, mert ők is rájöttek, hogy nem két méterenként kell, hanem egy méterenként kell. Jó, azt a kísérletet megcsináltuk, befejeztük, és akkor jött a 89, és akkor hazahívtak az egyetemre, meg a KFK-ba, így lettem én a főosztály vezetője. A CERN történetében fordulópontot jelentett a Nagy Hadron Ütköztető, az LHC megépítése. A cél továbbra is az anyag mikroszerkezetének a felderítése, de ez esetben már más megközelítés dominált a korábbiakhoz képest. 2000-ig ugyanebben a 27 kilométeres köralakú alagútban az úgynevezett LEP gyorsító működött, az nagy elektron-poziton ütköztető volt, a poziton a szelektronnak az antirészecskéje. És a kettő nagyon nagy energia ütközésében vizsgáltuk a keletkező részecskéket. A részecskék vizsgálatának azonban voltak mellékhatásai is, méghozzá pozitív mellékhatásai. Ilyen például a modern orvoslás egyik fontos képalkotó eljárása, a pozitron emissziós tomográfia, vagyis a PET. Mindenképpen a részecske fizikai kutatásnak többször sem mellékterméke. Maga a rádióaktivitás, ugye, amelyik az antirészecskét kelti, az az atommag fizikának az eredménye. Az észlelőrendszer pedig egészen tipikusan részecske fizikai észlelőrendszer, ugyanis a betegnek a fejét vagy a vizsgált testét egyszerűen körülveszik egy teljesen hasonló mérőrendszerre, észlelőrendszer, mint amit mi a nagy energiájú fizikában használunk. Pozitont kibocsátó izotópot, rádióaktív izotópot helyezünk el cukorszármazékban, és ezt bejuttatjuk a szervezetbe. Minél hevesebb a metabolizmusa, tehát az anyagcsere tevékenysége egy szövetnek, annál hamarabb és annál nagyobb mértékben fog benne ez a bizonyos izotóp felhalmozódni. Most a tumoroknak sokkal gyorsabb a metabolizmusok, mint a normál szövetnek. Ennek megfelelően fel fog szaporodni a káros szövetben ez az anyag. Tehát ezzel azonosítani lehet, hogy például az agyban hol van tumor, hol vannak ráksejtek, szaporodó ráksejtek, anélkül, hogy a koponyát kinyitnánk. Tehát a pozitron emissziós tomográfiával az élőszövetek elváltozásait vizsgálják, a CERN-ben pedig az anyag elemi részecskéit. Egy sok részből álló észlelőrendszer közepén ütköznek a CERN-ben a nagy energiájú részecskék. A különbség csak az, hogy mi az ütközési pontot teljesen igyekszünk hagyma szerűen körbevenni különböző rétegű részecské detektorokkal. A PET-nél egyféle részecskét észlelünk, ennél fogva csak egyféle detektor van benne. Ha már a PET szóba került, mint a részecske fizikai kutatások egyik mellékterméke, lássunk még egy hasonlót. Például a CERN-ben az LHC építéséhez ki kellett fejleszteni a szupermágneseket, amik ezeket a gyors részecskéket pályán tartják. Ugyanez a mágneses technológia működik a magmágneses rezonancia, az NMR készülékekbe.
Rövid kitérőnk talán rávilágított arra, hogy a tudományos kutatások, így a CERN-ben, vagyis az Európai Nukleáris Kutatási Szervezetben folyó kutatások számtalan közvetlen eredményt is hoznak, amelyek másúton talán sokkal később jutottak volna az emberiség tudomására. És talán közelebb kerülünk azoknak a dilemmáknak a feloldásához is, amelyekkel szembe kellett nézni az idők során a CERN történetében, amelyben korszakos változást jelentett a Nagy Hadron Ütköztető megépítése. Ez váltotta fel a korábbi LEP elnevezésű gyorsítót, a Nagy Elektron-Pozitron Ütköztető gyűrűt. Képzeljék el azt a bizonyos 27 kilométeres föld alatti alagutat 100 méter mélyen, telezsúfolva műszerekkel, mérőberendezésekkel, amelyeket évek hosszú munkájával és eurómilliárdokkal hoztak össze. És egyszer csak azt mondják, hogy vége. Ami addig volt, elmúlt. Ki kell pakolni az egészet, mert új gyorsító épül. Szinte csak a csupasz alagút marad. Mindez leírva akár egyszerűnek is tűnhet, de az eseményeket komoly szakmai viták előzték meg. El kellett dönteni, mert a új gyorsítót, az LHC-t abba a gyűrűbe kellett betenni, ahol a LEP gyűrű volt. Most a LEP kísérletbe a Ting is talált egy olyan eseményt, ami ha akarom vemhes, ha akarom nem vemhes, hogy lehet, hogy X, lehet, hogy nem. A Ting az egy kínai, az pedig egy Sphinx. Azzal az ember beszél, sose tudja, hogy most hányadán áll. Csak ilyen, tehát az emberi oldalai is vannak a dolognak, aki ott szembe megy, az ilyen dolgokat megtapasztal. Nagyon tiszta fizikai körülményeket lehet teremteni, ha az ember pontszerű részecskéket ütköztet. Az elektron és antirészecské pontszerűek. Nagyon szép, tiszta folyamatokat lehet vele előidézni, ezért a nagy elektron-pozitron ütköztetőn a LEP-en tanulmányoztuk a részecske fizika elméletének, az úgynevezett standard modellnek a jóslatait, számításait ott ellenőriztük. Na most az a baj, hogy az elektronnak olyan kicsi a tömege, hogy borzasztó nehéz egy bizonyos energián fölül körpályán tartani, ugyanis nagyon erősen sugároz, ezt hívjuk szinkrotron sugárzásnak. Most ami áldás a szilárdtest fizikában, a szinkrotron sugárzást magát is használják a különböző szilárdanyag tanulmányozására, anyagszerkezeti tanulmányokra, az nálunk átok, mert nem engedi azt, hogy a elektront egy bizonyos energia fölé gyorsítsuk. Most mivel a proton 2000-szer nehezebb, mint az elektron, és a tömeg negyedik hatványától függ az, hogy mekkora ez a szinkrotron sugárzás, emiatt az, ami teljesen domináns és lehetetlenné teszi a működést egy bizonyos energián túl a körpályán tartott elektronnál, semmiféle nehézséget nem jelent a protonnál. Tehát ugyanezt az alagutat felhasználtuk arra, hogy leszereltük, miután a LEP gyorsító elvégezte működését, 2000 végén leszerelték, és hát 2001 és 2009 között megépítették a Nagy Hadron Ütköztetőt ugyanebben az alagútban. A váltás alapja az, hogy sokkal nagyobb energiákra lehet felgyorsítani a protonokat, mint az elektronokat. Tehát lényegesen nagyobb a felfedezési potenciálja egy proton ütköztetőnek, mint egy elektron-pozitron ütköztetőnek. Egyébként a felfedezési potenciál szempontjából egy két túrógombóc ütköztetése sokkal érdekesebb, mint két acélgolyói. Egyszerűen csak azért, mert a túrógombócban mindenféle tartalom van, amik egymással ütköznek, és nagyon sokféle reakció történhet. A proton részecske fizikai szempontból olyan, mint egy túrógombóc, tele van alkatrészekkel, és ezeknek az alkatrészek külön-külön fognak egymással kölcsönhatásba lépni. Amikor a CERN-ben a Higgs bozont megtalálták, pontosabban kísérletileg igazolták a létezését, tele volt vele a világ sajtó. Miközben talán érthető módon az embereknek általában fogalmuk sem volt, mi is az a Higgs bozon. Kétféle részecskénk van. Anyagi jellegű részecskénk és energia jellegű részecskénk. Az anyagi részecskék Enrico Fermi után Fermionnak hívjuk,
az elektron például meg a proton fermion, a bozonok azok kölcsönhatásokat közvetítenek, például a fénynek a részecskéje, a foton az bozon. Na most a Higgs bozon teljesen speciális helyzetű, mert a részecske fizika elméletében szereplő tömegképződési mechanizmusnak a mellékterméke. Tehát azt szoktuk mondani, hogy Peter Higgs, aki ezért Nobel-díjat kapott François Englert együtt, úgy képzelte el, hogy az üres teret megtölti egy erőtér, és ez az erőtér kölcsönöz a részecskéknek, az elemi részecskéknek tömeget, például az elektronnak. A protonnak nem, mert a proton tömege a legnagyobb részenergia. Most ez a mechanizmus olyan, hogy keletkezik belőle egy nagyon furcsa, szinte tulajdonságok nélküli részecske, és ez a Higgs bozon. Az nem közvetít semmit. Azt még hozzátenném, hogy a fő oka, célja az LHC megépítésének a Higgs bozon felfedezése volt. Tehát a Higgs bozon az egy olyan rejtélyes részecske, amely kulcs szereplője a részecske fizikának, és az egyetlen olyan szereplő, amit nem sikerült korábban azonosítani. Már a LEP gyorsító az utolsó 4 évében a Higgs bozon felfedezésére koncentrált, de nem volt elég nagy energiája ahhoz, hogy megfigyelje. Tehát 1964-ben írta le 3 kutatócsoport ugyanazt, mi úgy mondjuk, hogy spontán szimmetria sértési mechanizmust, amely a vákum tökéletes szimmetriájának a megsérülése. Ugye a vákum teljesen egyforma, akármelyre megy az ember az üres tér. Ezt a szimmetriát megbontom egy erőtérrel, és ez az erőtér fog tömegeket biztosítani, mondjuk például az elektronnak. Most ennek a mechanizmusnak a Higgs bozon a terméke, azt szoktuk mondani, hogy ennek az erőtérnek a saját gerjesztése a Higgs bozon. De ez nem létezik, ezt mi létre tudjuk hozni, és azonnal elbomlik. De az, hogyha megfigyeljük, az bizonyítja a szimmetria sértési mechanizmusnak az igazát. Ez a kulcskérdés, ez volt a kulcsban. Ezért kellett megfigyelni, hiszen a tömegek valahogy létrejönnek, ennek kell, hogy legyen egy mechanizmusa. Egyébként többféle mechanizmust kínáltak fel elméletileg, de nagyon valószínűnek látszott, hogy ez a Higgs mechanizmus, ez lesz a nyerő, és tényleg ez lett. A Higgs bozon felfedezése ezt bizonyította. Ahogy a tudományos kutatás során történni szokott, a Higgs bozon felfedezéséig számtalan újonnan fölmerülő problémát kellett megoldani. Ezek közül az egyik legfontosabb az elemi részecskék irányítása, gyorsítása volt. Mindezt mágnesek segítségével oldották meg. A legnagyobb kihívás a mágnesek, kétségtelenül. Tehát az, hogy ezért kellett lemenni a világegyetemnél hidegebbre, 1,9 Kelvin fokon, tehát abszolút nulla fokon, abszolút nulla fölött 1,9 Kelvinen működnek ezek a mágnesek, amelyek gyakorlatilag megtöltik a 27 kilométert. Ezek egyenként 18 méter hosszú, 35 tonnás mágnesek. 1232 ilyen mágnes van telepítve a 27 kilométeres gyűrűben. Ezek tartják a protonokat körpályán. Ezen kívül van még vagy 7000 olyan mágnes, vagy 8000, amely nem csinál más, mint korrigálja a pályájukat, fókuszálja a protonokat, illetve összetereli őket, hogy ott a 4 nagy észlelőrendszer középpontjában ütközzenek. Mindezekből következtetni lehet arra, hogy a kutatók az erős mágneses tér miatt bizonyos helyzetekben nem tartózkodhatnak a kísérletek közvetlen közelében. Az egészen nagy mágnesek, azok természetesen nagyon veszélyesek az emberre. Tehát amikor például a detektorok, az észlelőrendszerek óriási mágnesei be vannak kapcsolva, akkor oda nem mehet ember. De ezek a hosszúkás mágnesek, amelyek körpályán tartják a protonokat, ezek annyira le vannak árnyékolva, és olyan pici a tényleges belső terük, hogy ezek nem veszélyesek. Tehát oda-oda lehet menni akkor is, amikor működnek.
A CERN tehát a világ egyik legjelentősebb kutatólaboratóriuma, egy külön kis világ, méghozzá nagyon színes világ. Sokféle ember, más-más múlttal, eltérő kulturális háttérrel. Ami mégis közös bennük, az a tudományos megismerés iránti vágy, a kíváncsiság. Itt minden a részecske fizika körül forog, és ennek a hatalmas gépezetnek a működtetése, a kísérletek irányítása és megfigyelése különleges számítástechnikai feladat. A vezérlőterem gyakorlatilag négy szigetből áll össze. Az első sziget az a injektorok szigete, innen felügyelik azokat a gyorsítókat, amik részecske forrásokat csinálnak és előgyorsítanak, mielőtt a nagy kilométeres nagyságrendű gyorsítókhoz átérnének a részecskék. A következő sziget az SPS, a Superproton Synchrotron szigete. Itt már egy akkora gépről beszélünk, aminek a hossza több mint 8 kilométer. És mintha a részecskék is a vezérlő felépítését követnék, az SPS után az LHC-hoz érnek át, ami az LHC ugye már 27 km hosszú, és gyakorlatilag a részecskék ezt a teljes 3/4 kört futották be a vezérlőbe. Ha tovább megyünk, a vezérlő negyedik szigete, egyik oldalon a technikai infrastruktúra felügyeletét jelenti, tehát akár olyan dolgokról beszélünk, mint elektromos hálózat, liftek, ajtók, hűtéstechnika. És a jobb oldali részén, ez a sok-sok-sok-sok képernyő és a felső képernyők is, a nagy gyorsítóknak a hűtésrendszeri felügyeletét csinálják. A mai világban divatos dolog az információ özönről beszélni. Arról, hogy milyen nehéz szelektálni, megkülönböztetni a lényeges és a lényegtelen dolgokat. Mindez igaz a CERN életére is, csak itt nagyságrendekkel nagyobb információ mennyiségről van szó. Ez az a pont, az adatok tárolása és hozzáférhetővé tétele, ahol a CERN számára is különlegessé válik a magyar kapcsolat. Mert ami Svájcban a központi számítógépeken megtalálható, az elérhető Csillebércen a Wigner adatközpontban is. És ilyen a világon sehol máshol nincs. 2010-ben tett közzé a CERN egy felhívást, hogy a CERN-ben, Genfben működő TIR-0-ás adatközpontjához képest egy második adatközpontot is szeretne létrehozni valahol Európában, valamelyik CERN tagország területén. Elképesztő mennyiségű adattal rendelkezünk a nagy hadron ütköztető kísérleteiből. Ezeket az adatokat tárolni és elemezni kell. Ahhoz, hogy ezek az információk biztonságban lehessenek, nem elég egy helyen tárolni őket, mert bármikor előfordulhat valamilyen nem várt esemény, baleset, aminek hatására egy részük veszélybe kerülhet. Sokkal jobb, ha két helyen vannak meg. Ezért egyre több adattárolóra, számítástechnikai kapacitásra, hűtési energiára volt szükségünk, és a Wigner pályázata rendkívül meggyőző volt. Nagyon jó szakembereik vannak, így őket bíztuk meg ezzel a fontos feladattal. Ők lettek a nagy számítástechnikai központunk második lába. Óriási tudományos sikert jelentett, hogy Magyarországot hirdették ki győztesnek a pályázók közül 2012. március 14-én, és alig több mint egy évre rá már át is adták a kész építményt. Ez egy üzleti vállalkozás, hogyha mondhatom így. Magyarország részéről ez volt eddig a legnagyobb úgynevezett beszállítás, hiszen ez az adatközpont, ez CERN-nek végez munkát, tehát CERN kihelyezett ide egy adatközpontot, és mindaz a szolgáltatás, amit ez az adatközpont végez, azért CERN fizet Magyarországnak. 28-an pályáztak arra, hogy ezt az adatközpontot megvalósítsák. Mindig örültünk, amikor rajta voltunk a 10-es rövid listán, majd a 3-as rövid listán, és azt gondolom, hogy ez részben a magyar részecskefizikusok hozzájárulásának az elismerése. Másrészt ezen a tenderen Magyarország olyan feltételekkel tudott ajánlatot tenni, hogy mi nyertük el ennek a megépítését. A számítógépek, az adattárolók mind a CERN tulajdonát képezik. Itt Csillebércen csupán a feltételeket kellett megteremteni ezek működtetéséhez. Ami a CERN számítógépközpontjában megjelenik, az rögtön a Wigner adatközpont adathordozóin is megtalálható.
Hagyományosan a TIR 0 volt az a számítóközponti kapacitás, amely a CERN-ben helyezkedett el, és ahogy Pető Gábor kollégám elmesélte, különféle okokból ezt a TIR 0-át nem tudták már ott a CERN telephelyén bővíteni, nem tudták azt a kapacitást létrehozni, ami a kísérletek növekedésével, illetve az adatmennyiség növekedésével előállt, és egyetlen lehetőség az volt, hogy egy külső helyszínen bővítik a TIR 0-át. Lényegében ez történik itt a Wigner adatközpontban, tehát most már idestova két éve azt mondhatjuk, hogy a TIR 0 földrajzilag megosztott módon két telephelyen, két helyszínen működik, az egyik fele CERN-ben, Svájcban, a másik pedig itt nálunk. Ez a kettő viszont olyan nagysebességű hálózattal van összekapcsolva, hogy ez logikailag gyakorlatilag egyetlen egységes kapacitásnak tekinthető. Képzeljék el, akkora adatmennyiségről van szó, ami 100 000 hagyományos számítógép kapacitásával egyenlő, és ezek az adatok két pici kábelen érkeznek a Föld alatt. 125 mikron az átmérője ezeknek az optikai kábeleknek, és a mai technológiával, úgynevezett DVDM technológiával egy ilyen optikai kábelen többszörös kapcsolat lehetséges, a mi megoldásunkban 32 ilyen csatorna, tehát akár 32-szer 100 gigabites kapcsolatot is ki lehetne építeni, és ez duplán, mert hogy két külön kapcsolat működik. Magyarország 1992 óta tagja a CERN-nek. Ekkortól beszélhetünk a magyar kutatók részvételéről a kutatásokban. A magyarok tökéletesen bekapcsolódtak a CERN kutatási erőfeszítéseibe. Építő jellegű javaslataik voltak különféle kísérletekre és adatgyűjtési lehetőségekre. Mindezt hosszú távon, hisz a mi kutatásaink nem napokig, még csak nem is évekig, hanem évtizedekig, esetenként 10-20 évig tartanak. Mindez nagyon jól működik a magyar kutatókkal. A CERN kutatásaiban való részvétel bármilyen meglepő, de egyáltalán nem jelent feltétlenül fizikai közelséget a svájci központhoz. Egyes feladatok tökéletesen megoldhatóak alkalmankinti kiutazásokkal úgy, hogy a munka oroszlán része Csillebércen a Wigner kutatóközpontban folyik. Igazából nem tudom, hogy be lehet ilyen kukucskálni. Igen, tehát ott belül ezt arrébb tesszük. Lehet látni, hogy ebben a vákumcsőn belül ott van még egy cső, és belül van egy üvegcsőnben egy részszál van. Gyakorlatilag ott lesz majd az a rubidium gáz, amit a külső lézerrel ionizálunk, és innen oldalról további lézerekkel ezen a ponton, illetve ezen a ponton fogjuk vizsgálni a homogenitását. Amiről Barna Imre Ferenc beszél, az már a jövő. A cél persze ugyanaz, a legkisebb részecskéket megtalálni és tulajdonságaikat megismerni. Hogy mindezt hogyan? Egyre újabb és újabb módszerekkel. Mindebben a magyar kutatók is komoly szerepet játszanak. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy most rádiófrekvenciával gyorsítunk töltött részecskéket vákumban. Ugye cseréljük ki a két fizikai elvet, az egyik az, hogy ne rádiófrekvenciával, hanem esetleg lézerfénnyel, illetve egy erős töltött részecskének a elektromágneses terét használjuk fel, és ne vákumban gyorsítsunk részecskét, hanem egy plazmában. Ami a lényeg, más módon akarják a részecskéket gyorsítani. Gyakorlatilag azt tudjuk elmondani, hogy ez itt egy vákumkamra, tehát ebbe az egész berendezésbe 10^-6 millibár vákumot tudunk létrehozni, belül tudunk kelteni egy 75 cm hosszú egyszerűen ionizált rubidium gázt, amivel a szomszéd szobában bemutatott lézer, ha átjön a falon, bizonyos optikai elemeken keresztül bele tudunk lőni ebbe a lézerbe, és oldal további diagnosztikákkal tudjuk vizsgálgatni ezt a fajta homogenitási problémát. Amit látható, maga a high-tech? Hát itt minden high-tech. Középiskolai tanulmányainkból talán még emlékszünk rá, hogy a fizikában és a kémiában a plazma ionizált gázt jelent. Egy negyedik halmazállapotot a szilárd, a folyékony és a gáznemű mellett. Ez a jövő, és a Wigner kutatóközpont ebben ott kapcsolódik bennek a kísérletnek a farvizén, hogy ennek a kísérletnek van egy nagyon erős peremfeltétele, egy nagyon erős feltétele, hogy ennek a homogénnak, úgy mondanám, hogy ultrahomogénnak kell lenni, tehát a hőmérséklet és a sűrűség fluktuáció változásnak 1%-on belül kell lennie. Ez a kísérlet csak akkor fog működni. Most ilyen plazmát még senki nem állított elő, illetve aki elő tud állítani ilyen típusú plazmát, az nem tudja megmérni, hogy mennyire homogén.
És ezen a ponton kapcsolódik be a Wigner Kutatóközpont, hogy a szomszéd laboratóriumban már megmutatott berendezésben egy kvázi 75 cm-es plazmát tudunk létrehozni, és ennek a homogenitását tudjuk vizsgálni. A részecske fizikában rendkívül gyorsan lejátszódó folyamatokat hoznak létre. De ez nem elég. Folyamatosan figyelni kell, hogy pontosan mi történik. Ehhez használják az úgynevezett detektorokat. Hogyha van egy kölcsönhatás, létrehozunk egy kölcsönhatást egy nagy energiás ütközésben, amivel az anyagnak a mikroszerkezetére vagyunk kíváncsiak, kölcsönhatásból részecskék keletkeznek, azok kirepülnek, és ezeknek a tulajdonságait, a pályájukat, energiájukat, lendületüket meg kell mérni. És minden ilyen mérőberendezés, ami erre alkalmas, ezt nevezik detektoroknak. A Varga Dezső vezette csoport gáztöltésű detektorok fejlesztésével foglalkozik. Így módon több kísérletben is részt vesznek. Minden berendezésük egyedi igények szerint készül, itt nem lehet szó tömegtermelésről. A kísérletek sikere sokszor legalább annyira múlik a megfigyelő berendezéseken, mint azon, hogy az elgondolt ütközéseket végre lehet-e hajtani. Az egyik kísérlet, ahol egy detektort építettünk, az a CERN-nek az NA61 jelű kísérlete, ami proton-atommag ütközésekkel is foglalkozik többek között, és egy olyan detektort építettünk, ami eddig hiányzott a kísérletből, ami a proton-atommag ütközésnél az atommagnak a szétrobbanását méri, a szétrobbanásból keletkező részecskéket detektálja, és ezáltal meg tudjuk mondani, hogy az atommagot hol találta el a bejövő részecske. Hogy ütközik két részecske, egy atommag és egy proton. Hogyha a szélén találjuk el, akkor nem nagyon esik szét az atommag, ha a közepén, akkor természetesen szétrobban, mondhatjuk, és ezáltal ezt meg tudjuk mérni. A kísérlet többi része, a kísérlet nagy része, az pedig a keletkező részecskéket méri, azt, ami a protonból keletkezett. Tehát azt lehet megtudni, hogy egy atommagon hogyan halad keresztül egy másik atommag, egy proton, és ebből következtetni lehet az atommag szerkezetére, illetve a protonnak is a szerkezetére. Mondhatjuk-e vajon példának telvilmos almáját, ahogy a nyilvessző átmegy rajta és darabokra szaggatja? Mondhatjuk, vagy föltehetjük azt a kérdést, hogy ha van egy alma, akkor abban hány mag van, milyen a belső szerkezete egy almának, és hát ezt úgy lehet megtudni, nincs jobb módszerünk rá, mint hogy szétlőjük, kölcsönhatásban ütközéseket hozunk létre, és az ütközésben keletkező objektumok, újabb részecskék, vagy az ismert részecskék valamilyen elrendeződésben, ezt tudja megmondani, hogy milyen a belső szerkezete az anyagnak. A CERN tagság nem csak a kutatásokban való részvételt jelenti. Különböző programokon középiskolás és egyetemista fiatalok ismerhetik meg a központ működését. Rendkívül inspiráló, amikor egy diák közvetlen közelről tapasztalhatja meg, milyen a tudomány világa. A Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületének ez egy éves programja. Minden évben ellátogat egy 40 fős busz a CMS-hez. Azt, hogy hova engedtek le minket, ez nagyon érdekes, ugyanis az ilyen nagy kollaborációknál, az ilyen nagy komplexumoknál lehet az, hogy folyamatosan működik, hanem vannak leállások. Hát ilyen két éves leállás volt, nem tudom, 2012-ben ugye meglett a Higgs bozon, erről volt egy nagyobb média megjelenés, azután leállt két évre ez a nagy hadron ütköztető, és így mi ebben a két évben voltunk kint, ami azt jelenti, hogy le tudtunk menni a Föld alá, meg tudtuk nézni a detektort nagyon közel hozzánk, tehát ilyen 5 méterre kb. Tőlünk, ami hatalmas élmény amúgy, tehát én mivel vagy ilyesmivel foglalkozok, nagyon sokszor elmondtam, hogy ez egy 15 méterszer 30 méteres detektor. Az ember, amikor ezt meglátja, az egy nagyon fenomenális élmény, tehát az, hogy tényleg mekkora, és ezzel mégis nagyon-nagyon kicsi részecskéket tudunk megvizsgálni. A diákok számára életre szóló élmény megtapasztalni a CERN világát. Nem véletlen, hogy többen közülük vissza is térnek, immáron mint kutatók. Legelőször úgy kerültem a CERN-nel kapcsolatba, hogy diák voltam és egy témavezetőt kerestem. Nem tudtam, hogy milyen témán akarok dolgozni, és végig látogattam a témavezetőket. És az egyik témavezető nagyon szimpatikus volt, mert egyből bevitte egy laboratóriumba, és azt mondta, hogy itt van egy probléma, nem tudjuk, hogy kell megoldani. És 5 perc bevezető után azt mondta, hogy próbáljon már meg megoldani, és ott hagyott. És nem kérdezte meg, hogy ezt én tudom-e, vagy hogy van-e hozzá tehetségem vagy önbizalmam, ő csak bedobott a mélyvízbe, és ez annyira megtetszett, hogy akkor nála maradtam, és ő egy pár hét múlva kihozott a CERN-be, és az volt az első CERN-es utam. És aztán különböző munkákba bevont, és akkor azok jól mentek. És akkor így
több minden is következett. Az egyik a nyári diákság, ami az egyetemistáknak egy lehetőség kijönni, arra én is kijöttem. És utána pedig egy ösztöndíjas állást kaptam, és most meg egy kutatói állást. Én a CERN-nel nagyon-nagyon régen kerültem kapcsolatba, 1998-ban, amikor is egyik jó barátom, aki dolgozott, szólt, hogy van egy lehetőség egy 6 hónapos projektben részt venni, és erre esetleg pályázni kéne. És a legrosszabb esetben volt egy interjú meghívásom, láttam a CERN-t, és utána ennyi marad az emléknek. Sikerült az interjú, elkezdtem a 6 hónapos projektet, és most már kicsivel több mint 16 éve itt vagyok a CERN-ben. Jelenleg a CERN nyaláb részlegének a kontroll infrastruktúráért felelős csoportjába dolgozok. Gyakorlatilag a mi feladatunk annak az infrastruktúrának a felügyelete, ami lehetővé teszi utána a gyorsítónak a működését. Ez azt jelenti, hogy mi szállítjuk azokat a szoftver megoldásokat, amik ténylegesen felügyelik azt a közel 5000 számítógépet, ami azért felel, hogy az LHC és a hozzá kapcsolódó teljes gyorsítólánc megfelelően tudjon működni. A mi részünkről vannak azok a kollégák, akik felügyelik például az új számítógépek telepítését, és én azzal a területtel foglalkozok, ami igazából a felügyelete ezeknek a számítógéprendszereknek. Amikor az ember egy kutatói állást kap a CERN-ben, akkor sosem úgy kapja, hogy megmondják neki, hogy mi a feladata, hanem azt csinál, amit akar. Az egyetlen feladata az az, hogy sikeres fizikus legyen, és hogyha van alatta egy csoport, akit vezet, vagy ösztöndíjasok, akit vezetnek, akkor őket is segítse. És az egész intézményhez hozzájáruljon a munkájával a sikerhez. Az AD-nak az épületében vagyunk, az antiproton lassítónak, és amit mögöttem láttok itt, ez az antiproton lassítónak a kísérletei tulajdonképpen. Ez a fizika, ami itt történik a háttérben. A maga a lassító, az itt a lábunk alatt lévő betontömbök alatt van, és az egésznek az a lényege tulajdonképpen, hogy antiprotonokat szolgáltassunk a kísérleteknek, amivel ők különféle dolgokat vizsgálnak. A fizika tudományában fontos lépés volt, amikor 1929-ben Cambridge-ben Paul Dirac rájött, hogy léteznek olyan szubatomi részecskék, amiket még senki sem észlelt, és még csak nem is gondolt rájuk. Ezek a részecskék ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a korábban ismertek, csak éppen más az elektromos töltésük. A további kutatások aztán igazolták Dirac eredményeit. A fizika tudomány ezzel felfedezte, hogy van anyag és van antianyag. Tehát ez olyan, mint az anyag, csak ellenkező töltése van. Tehát minden anyagi részecskének van egy antianyag párja, aminek ellenkező a töltése. Na most a természetben antianyagot nem nagyon lehet találni. A kozmikus sugárzásban van, de a Földön itt sehol nem találunk. Leginkább azért nem megsemmisül rögtön, hogyha anyaghoz hozzáér. Tehát ezt elő kell állítani ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk egyáltalán. És tulajdonképpen ez az egész antiproton lassítónak a célja, hogy előállítsuk azokat a részecskéket, amivel a fizikusok tudnak kísérletezni. A tudomány mai állása szerint az úgynevezett ősrobbanás során ugyanannyi anyag és antianyag keletkezett. Mégis antianyagot nem találunk a természetben. Hogy miért? Nos, azt egyelőre nem tudjuk. És az egyik lehetséges magyarázat az, hogy aszimmetria van a kettő között. Tehát, hogy vannak bizonyos folyamatok, amik anyaggal nem úgy játszódnak le, mint antianyaggal. Hát van itt egy kísérlet a hátam mögött, pontosabban legalább 3, ami tulajdonképpen ugyanazt próbálja meg kideríteni, hogy próbálnak antihidrogént csinálni, és megmérni a tulajdonságait, és aztán össze lehet őket hasonlítani a hidrogénnek a tulajdonságaival. És hogyha találnak eltérést, akkor az egy elég érdekes eredmény lenne. Képzeljék el Newton almáját. Ha elengedjük, leesik. De ha az alma antianyagból állna össze, akkor lehet, hogy fölfelé esne? Vagy ez egy buta kérdés? Van egy kísérlet, ami azt vizsgálja, hogy az antianyag az lefelé esik, vagy fölfelé, hogy hat rá a gravitáció. Például
Ez egy elég érdekes dolog, mert hogyha kiderülne, hogy az antianyag az fölfelé esik és nem lefelé, az borítaná a fizikát, pontosabban elég sok mindent, elég sok elméletet át kéne írni emiatt. Tehát ez egy olyan alapvető dolog, amit még senki nem mért meg, és ez az egyik célja a két kísérletnek is. Hol tartunk most? Mit jelentenek a CERN eddig elért eredményei, és merre tovább a részecske fizikai kutatások terén? Azt tette lehetővé a higgs-bozon felfedezése, hogy tovább lépjünk. Ugyanis a higgs-bozon felfedezése bizonyította ennek a bizonyos standard modellnek nevezett elméletnek az alapjait. Ugyanakkor viszont maradt egy csomó megválaszolatlan kérdés a fizikában, például, hogy mi a világegyetem sötét anyaga, hová lett az antianyag az ősrobbanás után, amikor egyformán kellett volna keletkezni anyaggal, és az elméletben vannak bizonyos rejtett matematikai problémák, és ezeknek a megoldására születtek a standard modellen túlmutató elméletek. Most a Higgs-bozon felfedezése lezárta gyakorlatilag a standard modell tanulmányozását, és most megpróbálunk ezen túllépni, és a bizonyos kísérleti, nagyon pontos kísérletekkel egy eltéréseket találni a standard modell jóslatai és a kísérleti eredmények között. Az első 30 év alatt mindenki a saját gyorsítóit építette, viszont a következő 30 év az arról szólt, hogy Európa együtt épített gyorsítókat. És akkor itt elértünk egyébként ahhoz a ponthoz, hogy a tavalyi év volt az, amikor a CERN-be tulajdonképpen döntés született arról, hogy a CERN az egy világlaboratórium lesz. Tehát 30 év elteltével most arról született döntés, hogy most már nem épül meg Amerikában az amerikaiak, Európában az európaiak, Japánban az ázsiaiak nagy gyorsítója, hanem összefog gyakorlatilag a Földnek a nagy energiás fizikai közössége, és ha még akarunk építeni gyorsítót, akkor azt együtt, egy helyen, valószínűleg Genf mellett a CERN-ben fogja megépíteni az egész világ. We are encompassing the whole world. Globális kutatási központtá váltunk, ami fantasztikus, mert mindannyian egy nyelvet beszélünk, és ez a tudomány nyelve. Science. Science is a universal language.